Szevasztok, srácok! Ígértem nektek egy videót. Laci első vasútmodellét fogjuk most együtt bemutatni, meg egyéb finomságokat is. És ez a modell nem más, mint egy Pico Expert Metranszos Vectron. Azért ezt választotta Laci, mert a Veki a kedvenc típusa, és a boltban nem volt railpoolos Veki, de ez volt a másik, ami nagyon tetszett neki. Egyébként én is szemezek ezzel a modellel. 83 ezer forintba kerül az analóg verzió. Igazából sok mindent nem lehet róla elmondani, szépen kidolgozott, jó futása van a mozdonynak. Hát egy Pico Expert modell, egy hazai vonatkozású mozdony egyébként, mert bejár Magyarországra is, szóval ezt csak ajánlani tudjuk, látjátok, hogy több áramnemű ott vannak rajta az áramszedők, feliratok is rendben vannak, szóval ezt csak ajánlani tudjuk, menetirány szerinti világítás is benne van. Kis feszültségre is reagál, szép lassan is tud menni, szóval igazából megfertőztem Lacit a vasútmodellezéssel. És mostantól majd ő is szerezni fog rendszeresen mozdonyokat, azokat is szépen be fogjuk mutatni. De hát jöjjenek a dolgok, amiket még szeretnénk itt bemutatni, ugyanis Laci az nagy Lego fan is, és itt van egy 2 évvel ezelőtt összerakott Lego krokodil is. Erről Laci fog mesélni, mert én annyira nem értek ezekhez. Na, szóval ez egy tényleg egy 2 év, egy szilveszterkor összerakott Lego krok, ezt kicsit közelebb húzzuk, hogy jól lássuk. Rendes, először meg itt arrébb rakjuk a picit. Így. Van Lego krokodil, azt hiszem svájci gyártásúak ezek a krokodilok. Élőben is jól néz ki. Rendes saját pályája van. Van egy kis táblácskája is. Ezen a gyártási év, hogy 1919-től 86-ig gyártották. Svájcban, igen. És ugye ez egy villamos vontatású járgány. Na és mi az érdekesség? Az érdekesség az, hogy hát a kezdő készlet, tehát amit te megveszel a dobozba, tehát a dobozos verzióba, nem lehet kapni hajtást. De ebbe lehet rakni rendesen hajtást bele, hogyha ezt itt kiszedjük. Akkor van itt 2, vagy ez a 4, ez a kis görgős alkatrész, és hogyha itt beletekint, tesz, akkor ott alul lent van egy, hát egy 2 fogas kerék, igen, ezen igen. Az oldalt meg ezen is. Lehet be motort rakni, és tud menni gyakorlatilag. Lehet be motort rakni. Ezért vannak a kerekein ezek a kis tapadógyűrűk. Kis... Igen, mint a Vekin egyébként gyakorlatilag. De igazából most hát lehet nem úgy venni hozzá, mert néztem, hogy rendesen ilyen rendes Lego körvasút pálya az jó amúgy, tehát lehetne belevenni, de hát ez inkább tényleg csak ilyen kiállítási darabnak van. Az árát nem tudom megmondani, mennyibe kerülünk, mert 2 éve azért az árak mások voltak. De nem volt olcsó. De nem volt. Tehát vetekszik egy ilyen Vekinek az hát, árával simán, hanem még több is. Hát nem volt 83 ezer. Nem tudom pontosan mennyibe került. A mostani árát meg már pláne nem tudom. Itt a ütközője, ez mágneses. Tehát ez... A vonókészülők, itt vannak a ütközők. Igen. Az a baj, ezek nem rugóznak. Igen, itt ez a közep, ami mozog meg, ez a mágneses. Áramszedőket fel lehet nyitni amúgy, aha. Mert azt nem is... Ja, tehát ő is. Nem tudom normálisan rá vissza. Fele nyújtott. Ah, nagyon jó. Bármilyen magasságig. Ez, ugye, igen. Hogyha a vezeték, mert például a nyugati bolyam, hogyha a vezeték nagyon alacsonyan van, akkor így össze van. Hát így van, ez rugós ugye a valóságban. Például a keletiben a negyedik vágányon olyan az ára, hogy felmegy így. Hát igen, más a... Igen, de ugye ez nem tud így rugózni. Igen. Tehát ugye a vasútmodelleknél ez rugózik, mint a valóságban nyilván, de jó, de ez Lego, és ez így igen. Nagyon szép kivitel. És hogyha tényleg valaki megnéz egy rendes képet róla, és összehasonlítja ezzel, tényleg szinte ugyanolyan. Tehát ugye a vasútmodellezésben, úgymond itt is tökéletesen... Hát egy Lego vasút, gyakorlatilag a Legohoz képest hozza azt a színvonalat, amit azért elvár az ember. Nyilván itt nem lehet ilyen apró részletességet kidolgozni, mert nem lehet. Igen. Például, ami itt is van, azért ilyeneket, kis zöld, kis főmegszakító részeket nem lehet rakni. Hát ugye itt van, mert ugye maga ez a főmegszakító rész, ez meg van csinálva. Csak ilyen precíz pontossággal ugye, persze, nem legúsabb. Lehet kidolgozni, de úgy szerintem kiállítási darabnak tökéletes.
Így van. Neki saját pályán, de lerakod jó kicsit poros, de hát szerintem jól néz ki. Jól hát. És itt még vannak egyéb finomságok is, ugye? Skifikből egy-két szereplő. Igen, az a Groot, a végét tudjátok, amikor a nagy Grootból ugye kicsi lesz, tehát megsérül, vagy mit tudom, mit történik vele, akkor ilyen kis picike lesz, és ugye már a második részben is ilyen kicsike. Igen. Hát van egy itt. Ez egy Mercedes Forma 1-es járgány, ennek van egy tesója is, azt majd mindjárt bemutatjuk. Van itt. Van itt is egy T-Rex kiállítva. T-Rex csontváz. Virág is van. Ez pedig egy flower, Lego flower. Mi van még itt? Vannak még itt ilyesmik is. Egyéb dolgok. És a többi? És a többi. Na hát ezek a kisebb járgányok. Ez a Lego Forma 1-es Mercedesnek a tesója. Ez egy dobozba, pakba volt, úgyhogy ez ilyen egyszerre megvehetős téma. Ezek külön-külön vehetőek. Hát látszik, hogy Forma vagy Ferrari-ból azért van. Ez ugye ilyen retróbb kivitelű, ezek meg ugye modernebbek. Ez volt a legeslegelső, amit én vettem. Ez volt az első. Ez meg most a legutóbbi. De az én nagy kedvencem amúgy ez a Königsegg. Hát én amúgy szeretem a Königseggeket. Úgyhogy... Hát ez is, tulajdonképpen ez is ugyanúgy néz ki, mint egy rendes Königsegg. Tehát tulajdonképpen ugye úgy, mint a krokodilna, ugyanúgy ezek is ugyanúgy le vannak másolva. Nyilván Lego kivitelben. Úgyhogy ez a kisebb része a gyűjteménynek. És jön a nagyobb. És jön a nagyobb. Na és jöjjön a nagyobb része, hát még maradunk egy picit itt a kisebb dolgoknál. Van itt egy Lego Architect készlet, ebből van több is, hát ez például egy ilyen párizsos, ez igazából ez az Architect sorozat. Ez ugye a nagyobb városoknak a nevezetességet mutatja be. Van londonos, New Yorkos, többféle, de mondom ez a párizsos eddig tetszett a legjobban. A másik itt, hát ez egy ilyen kis emelős járgány. Külön egy raklappal, ez már technikkészlet. Ennek itt lehet is mozgatni a emelőkéjét. Itt alulról kell van egy ilyen tekerő. Yeah. Szépen lehet mozgatni. Ez itt egy kis... hogy hívják ezeket? Ilyen kis platós járgány. Ennek is lehet mozgatni itt a platóját. Ez a kisebb technikkészletek, és jöjjenek a nagyobbak. Egy ilyen lentebb találhatóak. Ez egy kék Bugatti, ez nem olyan rég került beszerzésre, szép, hát nyilván most megint elmondom, de ez is ugyanolyan, mint az eredeti, ugye a Bugatti, ez egy francia járgány, gyönyörű, szép, hát ugye ezeket már kicsit több idő összerakosgatni, van olyan, ami 2-3 óra hossza, főleg valamit nem jól rakok össze. Ez a legújabb beszerzés, ez egy Jeep. Szépen nők is fel lehet nyitni a motorházatőjét, hát nyilván nincs kidolgozva, de viszont egy olyan funkciója van, hogy külön így mozgatható a kerék, és több mindenen is át lehet vele menni, hogyha valaki játszik vele, de hát nekem ez ugye csak így ki van ide állítva. Akkor van egy zöld Bugatti Lamborghini, ez egy a zöld Ferencváros, ezt muszáj elmondani, ennek is nyitható a motorházatője. Ennél a kék Bugattinál, ennél nem nyitható, úgyhogy érdekesen van megcsinálva, hogy az összes többi nyitható, ennél nem. Úgyhogy ez sem olyan rég lett beszerezve. Hát igazából most ezeknek is az ára igazából ott van, hogy 20-30 ezer darabja. Nyilván vannak drágább készletek is, de ezek ilyen úgymond viszonylag tűrhetőbbek. Meg nem mindegy az, hogy hol veszed meg. Igen. Mert ugye, mint a vasútmodellnél ugye, olyan, hogy ott szinte mindenhol ugyanannyi, de mondjuk itt, mondjuk egy Tesco-ba, vagy mondjuk egy Müllerbe, vagy mondjuk a Lego Store-ba, ugye mondjuk a Lego Store-ba kicsit olcsóbbak, mint mondjuk egy Müllerbe. Ez volt a legeslegelső, amit összeraktam. Ezt amúgy a Lego krokodillal együtt lett vásárolva, és ennek is. Hát ennek csak így nyitható, uh-huh. Itt a motorház tetejem, vagy nem kinyílik teljesen, úgyhogy... Ez volt a legeslegelső beszerzés, és jön egy plusz érdekesség, ez a fehér. Ez egy olyan
egy járgány, ami ilyen felhúzhatós, tehát ezt fel lehet húzni. És itt hátul van egy ilyen kis cucc, ami megállít, és ha lenyomod, akkor tud gurulni is. Na és hát jöjjön a nagy Lego McLaren Forma 1-es autó. Hát ez is megvan már egy éve, hanem több. Éjszakázás után lett összerakva, 2 napig tartott. De igazából hát egy álom volt ezt így megvenni. Mindig is szerettem volna, hát ugye amióta kijött, hát tetszett, meg akartam egyet belőle, aztán összejött az összerakás, meg a megvétel. Ennek is így mozog-mozog a kereke, ezt ki lehet szedni, akkor bele lehet nézni. Úgyhogy tényleg ez is egy ilyen kis... Ja, és ezt még a rendes Forma 1-esek is nézve voltak kezükbe, nyilván nem ez, de ezt ahogy még a tavalyi év, vagy a tavaly előtti évben a rendes Forma 1 McLaren-es csapatnak is bemutatták ezt, úgyhogy ez ilyen hivatalosan... Hát el van ismerve gyakorlatilag. Így van. Jó, hát ennyi a gyűjteménye Lacinak, majd még lesznek videók, hogyha beszerez újabb legókat, hogyha van rá igény, meg a mozdonyokról is. Hát köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Cső!